Hát boldogan éltem át ezt a 84 évet. A vívás a életem, lelkem, érzéseim csücske, amihez nagyon-nagyon ragaszkodom, és boldog vagyok, hogy a magyar vívó társadalom egy része gyönyörű dolgokat, élményeket tudok magam mögött. Elmesélni az életébe, hogy ez hogy kezdődött a vívás pályafutása? Ajaj, hát ez gyermekként rettentő sokat olvastam és élveztem Attila király annak gardjának megtalálását, az Árpádoknak a harcai, kalandozásai folytán a kardforgatást, és ezek az élmények bennem tovább élve 1948-as londoni olimpia aranyérmei, amit a magyar kardcsapat és egyéniben Kerevics Aladár élt el, meg akkor határoztam el gyermekfejjel, hogy ezt a sportágat szeretném választani. Aztán egy elhatározás folytán elmentem a budapesti Honvéd vívótermébe, és ott kezdtem el vívni egy Bucskó Jenő nevű ezredesnél, aki 1949-ben eltűnt, máról holnapra, és akkor kezdtem el a Szűcs János nagyon-nagyon híres magyar edzőnél a kardvívás rejtelmeit megismerni. Így kezdődött, és eredményeket elérve Magyar Ifjúsági Bajnoksághoz jutottam. Borsodi iskolának több mesterét láttam edzeni, illetőleg volt szerencsém velük együtt vívni edzeni. Gerevics Ali bácsi mindent tudott, amit egy vívónak tudni kell. Villámgyors, pergő lábaival, nagyon sok oldalvágással fejezte be a támadásait. A Kovács Pál, mint régi borsodi tanítvány, hogy ismeretes, hogy Borsodi László volt az, aki látván az osztrák vívást, mint az osztrák-magyar katonaságnak tisztje, és az olasz vívók eredményeit, meg ugye a Santellinek magyarországi mester tevékenységét látva, megreformálta a magyar vívást. Ne menjünk most bele a technikai dolgokba, de például ő volt az, aki a csuklós vágásokat bevezette, nem az alkarit. Ő volt az, aki az élfordítást nagyon fontosnak vette, ugye? Illetőleg a lábgyakorlatnak, a különböző formáinak a használatát, amivel az ellenfelet ki lehetett billenteni a adok kapokból. Természetesen Piller, jekelfalusi Piller Gyurka bátyámat is megismerve, hiszen csodaszép leányát, Hajnit megismerve udvarolni is tudtam neki egy darabig, míg a mama nem tanácsolt el engem, mert akkor még csak ifi bajnok voltam, és fiatal Sieder, igaz, hogy egy idősek voltunk a Hajnival, de hát ez egy fiatalkori kaland volt, hogy úgy mondjam. De a Gyurka bácsi nagyon kedves volt, aranyos volt, sőt, még tanácsokat is adott, sőt, szeretett volna a tanítványával fogadni, de mivel én egy másik borsodi tanítványnak a tanítványa voltam, egy Szűcs Jánosé, aki a 6 év munka alatt, amit én vele együtt tudtam eltölteni,
nem tudtam elhagyni, második apámnak tekintettem, hát hogy úgy mondjam, minden nap láttam a vívóterembe, mert nagyon szorgalmas voltam, úgyhogy én megkértem, hogy nem csak a Honvédba vívhassak, hanem a budapesti postásba is, ahol szintén Szűcs János volt a vívómester, úgyhogy én minden nap iskolát kaptam, mert nagyon iskolacentrikus, tehát ez annyit jelent, hogy a mesterrel való munka, dolgozás, és az attól való tanulásnak voltam a híve. Minden esetre nagy köszönettel tartozom neki, hogy mindazt, amit tőle tanultam, továbbra is tudtam, sőt, még most is tudom hasznosítani. Habár már nem vagyok aktív vívómester, de még mai napig is vannak itt magyar barátaim, akik néha meghívnak és megkérdezik, hogy mit szólsz ez a tanítványomhoz, milyen irányba kellene tanítanom. Itt a Pézsa Tiborra utalok, akinek a egyik új tanítványa, a Szatmári, akkor lett világbajnok, amikor a Pézsa Tibor kezébe vette, és már vívott vele egy ideig. Tehát a borsodi vonal, a Szűcs János vonal, az még mindig él, és a mai rohanó, nagyon-nagyon villámgyors vívásban még mindig a technika tudása győzelemre visz. Jekerfalusi Piller György a Vasasba volt vívómester. Többek között volt egy másik klubja is még, Cseperbe is eljárt. Óriási fegyelemmel. Ott nem volt pardon, ott nem volt egy rossz mozdulat, de hát ezt a Borsoditól tanulták, aki, hogy úgy mondjam, majdnem kínoszta a tanítványait. Ott nem volt mellélépés, egy rossz mozdulat, ilyen nincs. Arról volt szó, hogy ugye az alkar viszintesen van. Ha egy centimétert megemelem, akkor ott már el kell találni egy elővágásnak. Nálam is előfordult, hogy az én mesterem, a Szűcs János azt mondta, hogy János, harmadszor csinálod rosszul. Ha még egyszer rosszul csinálod, hazazavarlak. Nem történt meg. Nem történt meg. Vívásnak, a sportnak, elsősorban a vívásnak köszönhetem a legtöbbet az életemben. Én minden nap örömmel kelek, a Jóisten megint ad egy napot, világosság süt a nap, ha nem, akkor elképzelem a felhők mögött, mert biztos ott van. Én minden esetre boldog vagyok.